Különböző statisztikák alapján elmondhatjuk, hogy világszerte reneszánszát éli a bakelit. Mielőtt a jelenségről részletesebben beszélgetnénk vendégeinkkel, hallgassunk bele Kovács Kati, ha legközelebb látlak című dalába. Legközelebb látlak, már nem figyelek rá, nem fordulok utána, megyek csak tovább. Ha nem vagy úgyse jó, itt vagy úgyse jó, akkor miért legyen? Egyszer már illene rendbe hoznom az életem. Ha legközelebb látnál, neked se lesz vidám. Köszöntöm a Libretto vendégeként Kovács Kati, Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művészt és Bősze Ádám zenetörténészt, zenei antikváriust. Sziasztok, szép estét kívánok! Szervusztok, jó estét! Szervusztok! Azért azt tegyük hozzá, hogy köszönjük szépen! Tegeződhetünk, köszönjük persze, szépen! Persze, megtiszteltek minket! Sokkal jobb érzés fogni így fizikailag egy lemezt, és azt mondom, hogyha még egy CD lemez is lenne a kezemben, még az is egy más érzés lenne, mint amikor a zenei megosztókon tudunk online telefonon becsekkolni egy albumba. Vajon ez is hozzájárul ahhoz, hogy ez azért túlzás kijelenteni, hogy továbbra is örök élet marad a lemez, és igénye lesz rá a hallgató közönségnek, úgy, ahogy a nyomtatott könyvre is? Pontosan a könyvhasonlat az nagyon jó, mert meg tudod fogni a tied. Tehát úgy érzed, hogy az hozzá tartozik, elkezded gyűjteni, egyre több lesz belőle, lesznek kedvenceid, és az egésznek lesz egy ilyen rítusa, hogy te fölraksz egy lemezt, és akkor meghallgatod, van egy ünnep, amit magadnak szervezel, és ennek hát van egy kézzelfogható lenyomata, és nem pedig az, hogy az ember ilyen-olyan listákról kiválasztja azt a dalt, amit szeretne. Egyébként a bakelit, ha jól tudom, akkor a megnevezés nem is pontos, mert hogy vinilnek vinil, kéne hívni. Igen. Valamiért a bakelit... De a bakelit az nekünk jobban testhez van, nem? Hát LP, bakelit, vinil, ezeket szokták mondani. Vannak ilyen feketeöves lemezgyűjtők, akiknek hátukon föláll a szőr, hogyha valaki azt mondja, hogy bakelit, de hát mindenki tudja, hogy ez bakelit, úgy bakelit, vagy nem bakelit. Mert szebben hangzik, hogy bakelit. Ugye? Az, hogy vinil, az egy kicsit idegenebb nekünk. Teljesen igazad. Én most hallottam először, hogy vinil. Mi az a vinil? Az egy, gondolom, egy vegyület, vagy egy anyag, vagy hát műanyag összetétel, valami műanyag, igen, elnevezése. És a hangzása is egészen más a lemezeknek, mint mondjuk a CD-knek, ugye? Másképpen hangzik, jobban. Én tanuló vagyok, szakértő. Ebben az ügyben tanuló vagyok, mert a családomtól kaptam egy lemezjátszót, úgyhogy újra fogom hallgatni. A régi valahogy megsérült, vagy elhasználtuk, nem tudom. Vagy a gyerekek tönkötették. És most kaptál egy újat? Igen, kaptam egy újat, úgyhogy meg fogom hallgatni. Hát ez például Szabó Gábornak a gitározása, hát a híres csezzenész, biztosan hallottátok már a nevét, igen. Hát ezek nagyon kuriózumok, rendkívül érdekesek, vagy nem tudom, nem akarom elvenni a szót tőle. Nem. Sőt, inkább az érdekes lehet, hogyha már a fizikai érintéséről beszéltünk a lemeznek, mert tényleg azért egy bakelit lemezt, amikor kiveszünk a tartójából, akkor óvatosan bánunk vele, annak egy lelke van. Művésznő, neked megvan az a pillanat, amikor az első lemezedet a lemezkiadóban kézbe vehetted? Vagy nagyon... tájékoztattak róla? Vagy hogy... csak közöltek, hogy igen, hogy készülhetsz az első korongodra? Nem ilyen egyszerű ez a dolog, persze, hát ilyen vegyes lemezeken rajta voltam, látod itt van, de hát ott több száz van otthon egyébként, annak ellenére, hogy nem vagyok gyűjtő, ahogy mondtad, hallottad, hogy nem vagyok gyűjtő, de a rajongóimtól mindig kapok CD lemezeket. Nagyon érdekes, hogy azt mondják, nekünk van egy pár, odaadjuk, kölcsönadjuk. De Kovács Kati lemezek, ugye? Igen, a szóló lemezekről beszélek. Amikor az elsőt megkaptuk, akkor az nem úgy volt, a lehetőséget kaptunk, de gondosan ki kellett választani, hogy mi legyen a címlap. Mi legyen a borító első oldala, mi legyen a másik oldal. Javíts ki, ha butaságot mondok, de. Elég régen volt, és te inkább ezzel foglalkozol. Szóval gondosan megterveztük, várjál, ez például, ez egy, látod, ha megfogod ezt a borítót. Mutatom is a kamerának. Komoly talankodtam a stúdióban, mert unatkoztam, én nem vagyok fotomodell, és hogy, porog,
Forogtam, köszönöm szépen. És nem gondoltam, hogy a fotós közben dolgozik szorgalmasan, és azt a pillanatot örökítette meg, amikor éppen ugrottam egyet körbe. De teljesen spontán elkapott pillanat. Abszolút. Igen. Abszolút. De volt olyan, amire nagyon gondosan készültünk, például van egy lemez, amit a velencei tónál készítettünk, és vártuk a naplementét, arra hosszú órákat vártunk, szóval, és akkor híres fotósok voltak, akik készítették a lemezborítókat, és nagy kitüntetés volt velük dolgozni. És egyébként itt most ezen a borítón is látszik a hátulján az a felkészültség, ez a felkészülés a fotózáshoz, ami azért egy ilyen borító elkészítéséhez kell, mert hogy a nagy felület, mint ma úgy hívnánk, hogy reklámhordozó vagy egy marketing felület, azért az egyszerűen lehetőséget adott arra, hogy művészi szempontból is értékes lemezborítók készüljenek. Igen, tehát ez az alkalmazott grafikának a lényege. A lemezek előtt a Kotta borító volt ilyen, főleg a sláger, kuplé kottákat, neves festőművészek, grafikusok, Toulouse-Lautrec, vagy akár Vogel Erika magyarokat, hogy mondjam, rajzolták meg azért, hogy az embereknek a figyelmét fölkeltsék. Tehát az, hogy ez rá lenne írva, csak nem tudom, Times New Roman betűkkel, hogy Kovács Kati lemeze, valószínűleg sokkal kevesebben vennék meg. Tehát ugyanúgy vonzóvá kell tenni a portékát a vevő számára. Most az alkalmazott grafikának az az igazi csínja, hogyha olyan grafikus tud, aki művészi alkotást tud készíteni, olyan grafikus készíti a borítót úgy, hogy kereskedelmileg is értelmezhető. Ezek azok a borítók, borítórajzok, amikre az ember fölkapja a fejét, amit eltesz, esetleg vannak olyanok, akik a lemezt nem pusztán a hangzás miatt gyűjtik, hanem azért, hogy a borító jól néz ki, vagy számára esztétikai élményt jelent, és úgy sorolja szépen őket be a polcra, nem feltétlenül attól függően, hogy éppen Beethoven van rajta, vagy Kovács Kati. De egyébként tényleg jobban szól, mint a CD? Igen. Igen, jobban szól. Nem vagyok illetékes, mert én énekelni szeretek, szóval úgy értem, hogy én a nagy hangerőt szeretem egyébként, a nagyon szép nagy hangerőt, ahol hallom a vonósokat, mindent. Tehát engem el tud varázsolni egy egyszerűbb CD is, de egy biztos, hogy sokan esküsznek rá, hogy a lemezek, a nagy lemezek, ezek jobban szólnak. És az az igazi élvezet. De úgy visszatérve az előző mondatodra, hogy sok rajongónk van, akik azt mondják, hogy időnként előveszik a lemezborítókat, és egészen egyszerűen csak gyönyörködnek a képben, és ahhoz társítanak egy-két emléket, stb. A gyerekkorukat, a fiatalságukat, vagy a családi emlékeket. Szóval azért mégiscsak van ebben valami, hogyha valaki megfog egy ilyen lemezt, az egy ilyen corpus delicti, hogy én találkoztam vele, vagy énekelt nekem. Nekem például olyan, mintha ha kapnék egy ilyen emlékérmet egy sportversenyen, amikor kezembe fogok egy lemezt, akkor úgy érzem, hogy ez én vagyok, és nyertem egy olimpiát. Mondjuk egy kicsit olyan, mintha diplomamunka lenne, de van, aki például ebből sportot űz, hogy megjelentetett nagyon sok lemezt. De nem biztos, hogy ennek van értelme. Inkább azt mondom, hogy a jó hangzás az ami nagyon fontos, hogy legyen azon a bakelit lemezen, vagy vinil lemezen, legyen gyönyörű hangzás, egy nagy zenekarnak a hangzása, hát az lenyűgöző tud lenni. Azért, mindegy, hogy kié. Azért az is hozzá tartozik, hogy persze én azt mondom, hogy jobb a hangzása, de ez függ attól, hogy milyen berendezéssel hallgatja Igen. az ember. És vajon akkor meg is válaszoltuk azt a kérdést, hogy miért éli reneszánszát? Nem csak a bakelit, mert a CD is egyre jobban jön vissza. Hogy mi az oka annak, hogy ma, amikor néhány száz forintos előfizetéssel tényleg hozzáférhetünk a zenékhez különféle zenei megosztókon, mégis elővesszük a régi lemezjátszókat. Én például azért, én azért vettem bakelit lemezt legutóbb, mert én a nagymamámtól megkaptam a lemezjátszójukat, egy csehszlovák gyártmányú lemezjátszót, és egyszerűen úgy döntöttem, hogy akkor egy antikváriumban veszek hozzá lemezt. Vajon ez az oka, hogy van egyfajta nosztalgia érzés is, vagy tényleg abban a nagy semmi közepette, amiben ma éljük az életünket, szükségünk van ezekre a materiális dolgokra. Ez körülbelül olyan, mint gyors étteremben étkezni, vagy pedig étteremben. Úgy, nem? Gyors étteremben, vagy pedig úgy, hogy te magad megveszed a hozzávalókat, Igen. és otthon elkészíted azoknak, akiknek szeretnéd. Tehát az, hogy egy ilyen lemezt valaki a saját rendszerén, amit otthon fölépített, gonddal és rengeteg pénzzel, ezen a
házi oltáron, bocsánat a deszakralizált hasonlatért, ezen a házi oltáron áldoz a saját élvezetének, hogy az egészből egy ilyen rítus lesz, ünnep lesz, hogy valaki ezt meghallgatja, ezt egy videó vagy bármilyen zenemegosztó csatornával nem tudod megcsinálni. Azzal, hogy odamész, fölteszed, hátradőlsz, leülsz, töltesz magadnak egy pohár bort, és ha egy olyan, nem tudom, rendszeren hallgatod, akkor megelevenedik előtted Kovács Kati, ahogy ott énekel, és azt mondod, hogy ezért már megérte. Ádám, neked, bocsánat. Nem, megvan ennek a romantikája, nagyon szépen mondtad egyébként, nagyon jó hasonlat volt, de egy kicsit olyan, mint a társaság is lenne, mert ugye ez az előkészület, és aztán arról nem is szóval, hogyha olyan házban laknak, az szépen megvásárolt berendezés, szomszédnak is örömet szerez. Bocsánat. Ádám, neked mekkora gyűjteményed van otthon, és mi mondjuk a három számodra legértékesebb darabja a gyűjteménynek? Hát ez egy nagyon faramuci kérdés, mert nekem nincs gyűjteményem, lemezgyűjteményem. Egyáltalán? Nem, lemezgyűjteményem nincsen, ugyanis mivel én a Bartók Rádióban dolgozom, Bartók Rádióban is dolgozom, én ott a klasszikus zenének a legjobb felvételeit hallgatom nap mint nap, tehát el vagyok bőven ezzel látva. Én könyveket gyűjtök, zenei könyveket, és azokat olvasom, abból, hát nem tudom, 5-6 ezer biztos, hogy van már. Azt mindegyiket olvastad is. Nem, de mindegyik. Jó, hogy ott van, mert ki tudja, mikor kell. Szóval szép dolog a bakelit lemez, úgyhogy nyugodtan lehet hallgatgatni. Nagy örömet szerez az embereknek. Nem szabad elfelejteni, nem szabad törölni. Volt egy időszak, amikor nem volt divat. Amikor hirtelen megváltozott minden, és akkor pici kis CD, kicsi kis egyéb eszközökön lehetett hallgatni egy-két dalt, de mégis maradjunk a tényeknél. Azért egy szépen terített asztal, egy szép borító, az óriási örömöt szerez az embereknek. Mindennel együtt, zenével. Hűvésznő, szép dolog a bakelit lemez, nagy örömöt szerez nekünk, de a te munkásságod is, és zenei munkásságod is nagy örömöt szerzett. Az imént hallott dal egyébként az Én esküvőmnek az egyik főszereplője volt, úgyhogy ezt köszönjük neked, és köszönjük, hogy itt voltatok. Mit ki nem derülnek. Köszönjük, és tart még a házasság? Igen.